A megyei első osztályú tabella a 4. helyén végző Nagyecsed és a 8. záró Újfehértó a bajnokságban mindkét meccsen döntetlent játszott egymással, így kiegyenlített kupadöntőre lehetett számítani. A Kisvárdai Várkerti stadionban nem esett egymásnak a két csapat, tapogatózó játékot követően a 12. percben Barta szerzett vezetést az Újfehértónak. A gólt követően sem nagyon változott a játék képe, Dukát Péternek az első fél órát követően kellett először komolyan közbeavatkoznia, válaszként a másik oldalon a kapufát döngette meg a Fehértó. Fordulás után ismét Dukátnak kellett bizonyítania, hogy jó formában van, aztán a nagyecsedi fölény ellenére kis hián az Újfehértó szerzett gólt. A 76. percben aztán megszületett az egyenlítő találat, egy szögletet követően Somjai felállt a kapuba. 1-1 volt az állás 90 perc után is, így következtek a 11-esek. 5 kör után sem született döntés, a 6. párban aztán Dukát lövését védte Makó, így a Nagyecsed nyerte a kupadöntőt. Az első félidő inkább az Újfehértó akarata érvényesült, voltak nekünk is lehetőségünk, de igazából kevesebb. Aztán a második félidőben azt gondolom, hogy jobban, bátrabban mehetünk játszani, így fölvettük jobban a játéknak a ritmusát, voltak lehetőségeink, úgy gondolom, hogy jogosan egyenlítettünk. Szinte lemásoltuk a tavaszi első bajnoki mérkőzésünket, ott is 1-1 volt, hát a 11-es az meg tudjuk nagyon alul útré. Most nekünk volt szerencsénk, gratulálok az ellenfélnek, és szerintem, nem tudom, hogy kívülállók, de szerintem ők is úgy gondolják, hogy egy jó és színvonalas kis mérkőzést láthattak, ahhoz képest, hogy egy megyei első osztályú csapatok játszottak. A vesztes csapat edzője is hasonlóan látta a találkozót, a 11-eseknél pedig szerint a rutin döntött a Nagyecsed javára. Az első félidő az talán inkább a mi részünkre billent el, a második félidőben Ecsed a cseréivel abszolút be tudott minket szorítani, ők irányították már a mérkőzést, nem volt már bennünk annyi erő, hogy megújuljunk. Igazából úgy érzem, hogy a reális volt a döntetlen a rendes játékidő alapján, nekünk is volt azért két kapufánk, de nyilván nekünk a kapusunknak is kellett több bravúrt bemutatni. Az pedig, hogy a büntetők, az pedig már teljes mértékben egy kicsit a szerencse kérdése, és meg hát be kell látni, hogy Ecsedben sokkal rutinosabb játékosok vannak, ők már nem remegnek meg ezekben a szituációkban, nálunk 5-6-20-22 éves játékos, akit elég oratolni a büntetőhöz, ez már nem nekünk kedvezett már ez. De összességében ez egy nagy élmény volt, van még időnk, mindenki fiatal, majd remélhetőleg lesz egyszer nekünk is még nagyobb sikerben részünk, és hát egyébként gratulálok Nagyecsednek, mert nagyon jól futballoztak ma. Az MLSZ megyei igazgatója utólag is jó döntésnek tartja, hogy 2016-ban az országban úttörő módon kiírták a Magyar Kupában legtovább jutó két megyebeli csapat számára a szezonzáró mérkőzést. Annak idején Iregyházán is voltak olyan derbik, olyan megyei kupadöntők, ahol azért több százan, akár ezeren is voltak, például volt egy Ibrány nagyhalász is. Most ugye ezen az Újfehértó Nagyecsed mérkőzésen itt a Kisvárdai Várkerti stadionban egy 7-800 ember jött össze, és szerintem remek hangulatot teremtett, úgyhogy igazán izgalmasan alakult a mérkőzés, és ahogy a tavalyi kisvárdai döntő, így az idei is 11-es rugásokkal dőlt el. Korábban a Rakamaz, a Balkány, az Ibrány kétszer és a Csengen nyerte meg a megyei kupadöntőt, hozzájuk csatlakozott a Nagyecsed. A megyei futballidényből még néhány alacsonyabb osztályú meccs van hátra, a díjátadóval egybekötött ünnepélyes szezonzárút június 15-én tartják a Megyeháza dísztermében.